Sziasztok, ebben a videóban LazyB01, remélem jól mondtam a nevét, Zombies Must Die című pályát fogjuk egy kicsit bedarálni. Mint hogy a neve is sejteti, ez egy Tower Defense játék. Tower, ez szép magyarosan. Ugye az Orcs Must Die című játékot idézi, ment a címe, de egyébként a játékmenet is hasonló. Van egy pont, egy ilyen kristály, azt hiszem kristály volt, ha jól emlékszem. Mindegy, mindjárt megnézem a visszajátszást, és akkor pontosabban fogom mondani. Tehát van egy kristály, amit be kell védeni. És folyamatosan támadják zombik, nekünk vannak fegyvereink, mert a játékosnak vannak fegyverei, amivel tud lőni, meg ütni, illetve csapdákat tud lerakni. De szerintem mindenki ismeri ezt a játékmenetet, aki nem most kezdett el számítógépes játékokkal játszani, az biztos játszott már ilyennel. Szóval, hogyha szeretitek ezt a típusú játékmenetet, először töltsétek le a pályát, nézzétek meg a saját szemetekkel, kaptam letöltési linket a pályához, ott van a leírásban. Röviden, tömören két mondatban, hogy mire kell számítani. A resource pack úgy néz ki, hogy az alap textúrákat egy kicsit feldobta, hozzáadott pár új textúrát. Itt halkan megjegyezném, hogy szerintem lehetett volna egy kicsit merészebb, adhatott volna több saját textúrát, tehát lecserélne a blokkokat. Játékmenetre meg hát ugye harcolni kell zombika igazából. Szerintem eléggé feldobják ezek a csapdák, hangulatos volt egyébként. Rég játszottam már Tower Defense játékot, lehet, hogy egyébként azért, de én azt mondom, hogy abszolút érdemes tenni vele egy próbát. A kezelése az nem teljesen játékos barát, majd fogom mondani a példákat, illetve, hát ahogy mondtam, hogy a textúra sem valami látványos, ugyanaz az alapot használta, más helyen is elfért volna egy kicsit több díszítés. Egy barlangban kezdünk, üdvözöl minket a pálya, illetve tulajdonképpen egész pálya alatt egy barlangban leszünk egyébként, ugyanis arról szól a pálya, hogy egy barlangban barangolunk. Ez a barlang barangolás. Az nagyon tetszik, hogy az inventory-t egy kicsit felturboztott, halvány ügyen látszanak, hogy hol lesznek majd a tárgyak, tehát megvan a tárgyaknak a helye, ez tök jól néz ki. Egyedül az a piros keret ott nem tetszik. Mármint tök oké, hogy színezte a keretet, csak az a piros keret engem annyira megzavart, többször is azt hittem a játszás folyamán, hogy az a kijelölt slot. Jobb oldal szép magyarosan ki van írva, hogy statok. Lehet gyűjteni ugye aranyat, fejlesztést. Ez a fejlesztés, ez tulajdonképpen pont, amit fejlesztésre lehet költeni, és hát ugye meg tudjuk nézni, hogy hány zombit öltünk meg. Az üdvözlést és a szabályokat szerintem átugorhatjuk, nincs itt semmi, amit kiemelnék. Mondjuk az egy érdekes mondat, hogy ha pályához csatolt resource pack nem működik, akkor lépjünk be és lépjünk be újra. Tehát, hogyha első alkalommal nem működik, akkor egy újraindítás nem működne. Ja, most itt első alkalommal nem látszott egyébként, ezek a gombok úgy működnek, hogy amikor megnyomjuk, akkor elindul ez a kék csík, ugye a fehér csík elkezd kékülni, bekékül a fehér csík. Tehát olyan erősen megnyomjuk a gombot, hogy bekékül a fehér csík. Na, igazából csak azt akartam mondani, hogy egy tök ötletes kis apróság, látványos. Itt egyébként egy tutorial indul el, minden részletesen elmagyaráz nekünk, ez teljesen oké. Egy kicsit hosszú, talán helyenként egy kicsit szájbarágos is, de egyébként könnyen megtanulható, mert pont azért, mert ugye már ismert játékelemek vannak igazából benne. Kapunk egy varázskönyvet, ebben lehet vásárolni a csapdákat, illetve fejleszteni, illetve felszerelést fejleszteni. A csapdából két típus van, vannak a padlócsapdák, tüske, magama, kátrány, és tehát vannak fali csapdák, nyíl és lökő. Továbbá még lehet venni fegyvereket, varázslatokat és páncélokat. Én itt egy kicsit azt sajnálom, hogy nincsen több csapda. Látszik, hogy inkább a játékos harcán van a hangsúly, inkább több a fegyver, több a felszerelés, mint a csapda. Itt még röviden leírja, hogy hogyan kell elképzelni ezeknek a csapdáknak a működését, illetve hogyan kell őket használni, illetve pár játékmenetbeli apróságot, például, hogy vannak robbanó csillék. Egyes pályákon ezek sineken így gurulnak, és ha neki megy a zombinak, akkor felrobban, illetve valahol van víz vagy szakadék, amiben bele lehet esni, és meg lehet halni. Ezeket az infókat én inkább már élesben írtam volna ki. Egy kicsit hosszú ez a tutorial rész, és akkor legalább ennyivel is rövidebb lenne. Úgyis úgy könnyen megjegyezni, hogy ott van az ember előtt. Ott gurul a robbanó csilla, és akkor első alkalommal, amikor találkozik vele a játékos, akkor ott megjelenne mondjuk egy szöveg, hogy ez robban. Mondjuk egyébként elég adja magát, mert ugye látszik, hogy egy TNT van a kocsiban, de persze azért érdemes leírni, hogy egyértelmű legyen. És akkor lássuk a történetet. Te egy ősi mágus vagy. Te védelmezed a világot a zombik birodalmától. A zombik el akarják foglalni a világot, de te már több százszor visszaverted a hordájukat. Egyszer csak egy portálba kerültél, ami egy kristálybányába hozott.
A kristálybányában energiakristályok találhatók, amik elvették a régi képességeidet. Nélküled veszélyben van a világ. Minél hamarabb vissza kell jutnod oda. Igen, tehát ez a barlang, ahol most vagyunk, ez a kristálybarlang, amiről a sztori is írt. A játékmenet az úgy néz ki, hogy szakaszokra van osztva a pálya, és a következő szakasz feloldásához mindig át fogunk teleportálni egy pályára. Ha leverjük a zombi hordákat, akkor kapunk egy kristályt, amit be kell rakni a kristálytartó hely, lyuk, akármibe, és az elindítja a fehér csíknak a kékesedését, ami odaér a következő ajtóhoz, kinyitja a következő szakaszt. Ez egy tök jó játék, mert szerintem nekem tetszik ez a felépítés. A gyakorló pálya előtt még felhívják a figyelmünket arra, hogy vannak eldugott ládák. Igen, valóban vannak, érdemes egyébként, tehát így nyitott szemmel járni, illetve ami nagyon tetszett, gondolatok vannak elszórva a pályán, amit hogyha aktiválunk, akkor kiír egy-egy szöveget. Van, amikor egyébként tök semmit mondó a szöveg, például itt egy beszakadt járat, de van, amikor döntési helyzet van, például egy lyuk mellett állva a karakter elgondolkodott azon, hogy belenyúljon, hát van benne valami kincs, vagy inkább nem, mert ugye lehet, hogy csapda, és a játékosnak kell dönteni, hogy belenyúl vagy sem. Tetszettek ezek az apró kis közbevágások, vagy nem is tudom, hogyan nevezzem, hangulatos volt, tulajdonképpen olyan lapozgatós könyv hangulata volt. A gyakorló pályán egyesével megkapjuk a fegyvereket, részletesen leírja nekünk, hogy hogyan lehet őket használni. Egy kicsit szájbarágos ez a rész szerintem, de egyébként ugyanakkor meg tetszik, hogy ennyire kidolgozta a tutoriált, szóval azért nem akarom lehúzni ezt a részt, nem azt mondom, hogy rossz. Én bírom, amikor ilyen apróságok ki vannak dolgozva a pályákon, egy türelmetlen játékosnak már ez tuti sok lenne. Igen, sajnos harcban nem én vagyok a legjobb, finoman szólva, meg is haltam, meg is kaptam a jó tanácsot, hogy ne adjam fel ilyen könnyen. Köszönöm, én igyekezni fogok. Utána végre megkapjuk a csapdákat, illetve ír a varázslatokról, a manáról, a páncélról, arról, hogy a pálya hogyan jelzi ki a hullámokat. Hát igen, amit látjátok, ahogy mondtam, egy kicsit sok. A csapdák közül nekem az egyik kedvencem ez a falról lövő nyíl volt, ez olyan, én ezt úgy éreztem, hogy elég hatásos. A másik kedvenc a magama, mert az felgyújtja a zombikat, az is elég hatásosnak tűnt. Mondjuk nekem van egy olyan érzésem, hogy az magma akart lenni. A készítő azt írta, hogy hárman tesztelték, hogy három ember közül egyiknek sem tűnt fel. Kezdek arra gondolni, hogy akkor ez inkább direkt volt így. Ezen a ponton volt igazán feelinges a pálya, ugyanis itt már ugye csapdák is működtek, meg én is lövöldöztem, most már igazán olyan tower defense feelingem kezdett lenni. 12 percnél jár egyébként a felvétel, szóval azért nem kapkodta el a dolgot a készítő. Időnként italokat is dobnak a zombik, ezek vagy mana regenerációt, vagy életregenerációt adnak, és azonnal aktiválódik, ahogy felvesszük, teljesen jó. Ha vége a szintnek, visszakerülünk a központi helyre, nem tudom, hívjuk barlangnak, tehát visszakerülünk a barlangba, be kell rakni a helyére a kristályt, elindul a kékülés, kinyílik az ajtó, illetve ilyenkor mindig kapunk egy kis jutalmat, aranyat, illetve fejlesztési pontot. És igazából innen indul az éles játék. Időnként vannak ilyen szövegbuborékok, amiket meg lehet nyomni, a karakternek a gondolatait lehet olvasni. Illetve mindig van egy ilyen pályaindító gomb, amikor a arénába teleportálunk. Ami viszont így nem tetszik ezeken az arénákon, hogy nincsen szusszanás a körök között, illetve van pár másodperc, ha jól emlékszem 10 másodperc. Ugye visszanézem. Igen, 10 másodperc van a hullámok között. Ilyenkor nem nagyon van idő a új csapdákat megvenni, meg lerakni. Lehet kapkodni egyébként, meg hát végülis harc közben is lehet csinálni. Én azért azt mondom, hogy jobb lett volna így 2-3 hullámonként egy kis szünetet hagyni, hogy legyen idő vásárolgatni, meg csapdákat lerakni. Arra viszont hamar rájöttem, hogy a zombik valójában nem is a kristályra mennek, hanem a játékost támadják. Úgyhogy innentől kezdve úgy nézett ki a stratégiám, hogy leraktam egy pontra sok csapdát, és mindig oda húztam be őket. Aztán, hogyha átmentek a csapdán, akkor átszálltam a másik oldalra, hogy visszafelé is végig sétáljanak a csapdákon. Ez sajnos egy kicsit törte ezt a tower defense hangulatot. Mert hát elveszett az az érzés, hogy van egy célpont, amit meg kell védeni, ezt saját magamat kell megvédeni, így már egy túlélő játék inkább. De ettől függetlenül a vásárolgatós, fejleszgetős, csapdalerakós feeling azért megvan. A készítő úgy fogalmazott, hogy a hullámokat elsöpörtük. A chatben azt írja, hogy hullámok elsöpörve, nagy betűvel a képernyő közepén pedig utolsó hullám elsöpörve. Igazából csak így egy megragadta a figyelmet, hogy miért elsöpörve, miért pont söpörve? Tehát csak azt akarom mondani, hogy ilyen fura megfogalmazás. Egyébként a legtöbb pályán több helyről jönnek a zombik, ezek miatt nem kell aggódni egyébként. Ugye a játékos támadják, szóval
tök mindegy, hogy hol várakod a csapdákat és hol várod a zombikat, minden helyről oda fognak menni hozzád. Mondjuk volt olyan egyébként, amikor odaértek a kristályhoz. Nem tudom, hogy, úgy látszik mégiscsak van ott valami, amit támadnak, csak hát valamiért elsősorban a játékosra mennek rá, úgyhogy nem túl nehezek ebből a szempontból a körök. Hát már ha tudsz harcolni, ugye? Viszont egyik alkalommal valahogy mégiscsak oda jutottak a kristályhoz, nem tudom hogy, épp nem mellette voltam, mert hát nem is számítottam rá, hogy valaki oda megy, ugye? Úgyhogy meg is kaptam, hogy szinte elbukva, visszakerültem a barlangba, aztán visszakerültem a gyakorlópályára. És így ennyi, megállt a tudomány. Szóval egy kicsit szomorkás a vége, a végjátszást ezt akadályozta meg, hogy valamelyik ilyen teleport pont, vagy spawn point, vagy nem tudom micsoda, rossz helyen volt, rossz helyre teleportáltam vissza, és hát ez itt egy zsákutca. Nem tudom, lehet, hogyha megöltem volna magam, akkor jó helyre rak vissza. Nem próbáltam ki. A varázslatok közül a tűzgolyót próbáltam ki, az nagyon állat, tüzes robbanó golyókat lehet üldözni. Az a hátrány, hogy manába kerül egyébként. Na meg az, hogy óvatosan kell vele lövöldözni, a játékost is sebzi. De egyébként nagyon tetszett. Hát így összefoglalva ennyit a pályáról. Szerintem azért ezek a felvételek is sokat mondóak, látszik, hogy azért megvan benne ez a tower defense feeling, harcolás, csapdalerakás, ez teljesen oké. Mondom, én azt sajnálom, hogy nem volt egy kicsit, vagyis mondjam, bátrabb a resource pack-kel, tehát hogy nem cserélte jobban a textúrákat, csak így egy-két apróságot belerakott igazából. Nyugodtan lehetett volna több blokkot lecserélni, sokkal látványosabb lett volna. Még egy apró megjegyzés egyébként, ezt most nem azért mondom, hogy használjátok ki, csak azt írta a készítő, hogy még most is fejleszte a pályát, úgyhogy egy apró észrevétel. Ugye vannak a barlangban ilyen elrejtett ládák, ha kilépek a pályára és visszalépek, akkor visszatölti a tartalmát. Gondolom ott a load functionben van valami, ami megtölti a ládákat. Most az a baj, hogy ezt ugye elég könnyű kihasználni, oda megyek az egyik ládához, kipakolom, újraindítom a pályát, kipakolom, újraindítom a pályát, kipakolom. Szóval az javaslatom, hogy ne legyen a loadban ez az újratöltés. Szóval még egyszer, a hangulat tök jó, a játékmenet tök jó, igazából a díszítésen, hát úgy összességében a látványon lehetne még fejleszteni szerintem, meg egy-két helyen a rendszerben is szerintem kellene javítani. Gondolok itt például erre a láda újratöltős dologra, vagy például amikor tűzgolyóval lövöldöztem, az se volt teljesen mindenhol oké, valamikor ott megmaradt ott át a levegőben a tűzgolyó, volt olyan is, amikor így lőni próbáltam és azonnal felrobbant, tehát hogy nem is tűzgolyó volt, hanem inkább önrobbantás. Amit az irányításban egy kicsit hiányoltam, az, hogy a csapdákat így újra lehessen rakni. Eladni, vagy áthelyezni, tehát valami ilyesmi. De ez sem igazából hátrány. Inkább csak egy javaslatnak mondanám. Főleg akkor lenne hasznos, hogyha véletlenül rossz helyre rakja az ember. Köszönöm, hogy néztetek. LazyBay01-nek, ha jól mondom a nevét, pedig köszönöm a pályát. A kézikönyv óvjon.